Vérbe folytották, mielőtt még a Nautilust befejeztem volna. A feleségemet és a lányomat megölték. Csak a bosszúra tudtam gondolni. Már-már magamat is meggyűlöltem, és az egész emberiséget. Itt kerestem menedéket, a tenger mélyén. Itt reméltem megtalálni az áhított békét. Aztán egy éjjel ide sodorta önöket az orkán. A vulkáni erők szétrombolták a nyílásra szerelt vasrácsot. Akkor mindennek vége. A nyílás tovább tágul. A tengervíz betódul a vulkán gyomrába, és a sziget szétrobban, mint egy kazán. Ha sietnek, még elmenekülhetnek a bárkájukon. De hiszen a Nautilusszal egy hét alatt Tahitiban lehetünk, vagy Chilében. Szerinted pedig... Bancroftnak igaza van. Ennek a barlangnak a kiáratát elzárta a 6 évvel ezelőtti földrengés. Több emberem odaveszett, amikor megpróbáltuk kiszabadítani. Smith úr jelci könnyedséggel eltávolítja azokat a sziklákat. Smith úr nem tud annyi lőport gyártani, amennyi ehhez kell. Nitroglicerint használnék. Az ön laboratóriumában minden szükséges anyag megvan hozzá. Ha pedig valami hiányozna, megszerezném a szigeten. De ez az kellene, hogy lecsendesedjék a vulkán. Erre nem számíthatunk. Meg kell próbálni. Segítünk ennek, hogy kiszabadítsa a hajóját. A Nautilus nem mehet el innen. De Némo kapitány... Hát nem értenek semmit? Semmiből sem tanultak? Egy háború vetette önöket ide. Egy véres háború. Mit gondolnak az önök honfitársai, az önök civilizált népe? Mire használná fel a Nautilust? Talán a féle vásári mulatságnak vidám falusi népünnepélyeken. Ezért nem akarták mutatkozni előttünk. Nem kívántam az önök halálát. De a titkaimat meg akartam őrizni. És még valami. Itt a szigeten, az egyik barlang falán egy ismeretlen fémet fedeztünk fel, ami sugarakat bocsát ki. Ugyanúgy, mint a lámpa a fényt. Csak hogy ez láthatatlan. Véletlenül jöttem rá, amikor egy fényképlemez mellett hagytam egy ilyen ércet. A kocka is ebből van? Igen. És vettem észre, hogy eltűnt. Olyan ez, mint egy kulcs. Érzékeny lemezen fogom felláthatatlan sugarait. Így módon messziről ellenőrizni tudom a hegyen lévő villámszórók működését és a titkos ajtókat. De ezt a felfedezést nem fogom közkincsé tenni. Miért nem? Mert rájöttem, hogy ez a fém okozta az embereim lassú halálát. És az enyémet is. És velünk mi lesz? A bárkánkon át tudunk hajózni a tábor szigetre, de aztán ott kell leélnünk az egész életünket. Ha ön itt akar maradni, az az ön dolga, de nekünk jogunk van élni. Akkor miért mentette meg az életünket? Némo kapitány, ön gyűlöli az embereket, mert kegyetlenek. És közben nem veszi észre, hogy ön most épp, hogy kegyetlen, mint... Megkötözni, majd maga elvezeti a hajót. Csak jussunk ki ebből az árthoz. Idegen van a hajó. Ne mozduljanak innen! A Nautiluson sok rejtett csapda van. Többnyire halálosak.
Kezeket fel! Jöjjön onnan és forduljon meg. Egy mozdulat és lövök. Vissza! Maga tette tönkre a hajómat, igaz? Nem baj, a magáé jobban tetszik. Azonnal adjon parancsot az indulásra. Nagyon sietek. Ez lehetetlen. Nekem nincs vesztenivalóm. Nekem sincs. Hagyják! Segítsen! A hasán érte a lövés. Szörnyű fájdalmai lehetnek. Vége a vitának, uraim. Igen, talán jobb is így. Herbert, a szekrényben találsz egy vörös folyadékkal teli üveget. Tölts néhány cseppet egy pohárba, és add ide. Ne igyon semmit, kapitány, csak fokozza a szenvedését. Nem. Ez megszünteti a fájdalmat. Ez orvosság. Magam készítettem tengeri növényekből. Csodás a tenger, Herbert. Egy univerzum, amiben az ember nincs egyedül. Mert érzi, hogy lüktet körülötte az élet. Végtelen tér, ahol földön túli örök béke uralkodik. Az óceán. Élet és szeretet. Maga az örökké valóság. Itt nem parancsol senki. Ez az egyetlen hely, ahol szabad lehet a lélek. A vulkán újra működni kezd. A sziget velem együtt hal meg. A Nautilus lesz a sírom. Ott nyugszom majd, ahová eltemettem hűtársaimat, az óceán mélyén. Semmit sem tehetnek értem. Menjenek. Isten önnel. Isten önökkel. Legyenek boldogok.